Bemutatjuk a Derrick című bűnügyi sorozatfilmjét. Pricker. Készen van? Amit látja? Igen, én vagyok. Jó, várok. Te mit csinálsz itt? München. München? Hogy München? Egy tárgyalás. Te is odamész? Igen. Szintén tárgyalás? Igen. Tanúként visznek oda. Végre kimozdulunk. Változatosság. Igen, itt vagyok. Hát persze mondtam, hogy várok. Együtt fognak minket szállítani? He, miért azt hitted külön? Jön még más is? Nem tudom. Á, doktor, üdvözlöm. Nem, Haman úr még nem indult el. Nem, még itt áll. Ja, úgy. Jó, rendben van. Köszönöm. A főállamügyész hívott fel. A tárgyalásra, ahol szükség lenne magára, ma nem kerül sor. Nem kerül sor? Elhalasztották. Hogy? Honnan tudja, fogalmam sincs. De ez már meg volt beszélve. Ma csütörtökön 11-kor engem Münchenbe visznek. Hallotta maga is. Szóval semmi München. Jó napot. Kész? Igen, de csak az egyik megy. Pricker. Melyik az? Én vagyok. És ez? Itt marad. Tárgyalás elnapolva. Értem. Akkor indulás. Igen. Nem szabad megállni. Tűtje az előírás. De lehet, hogy sérült van. Nem úgy néz ki. Hajts tovább. Gyorsan siess a kulcsot! Itt van, Nick. Mind üres! Ez is! Itt van! Gyere ki gyorsan! Ez meg ki! Hol van Haman? Haman? Haman ott maradt a tárgyalását, elnapolták. Elnapolták? Mit csináltok ennyi ideig? Húzzunk már el! Más van itt. Ez nem az a... Azt mondja, mi? A tárgyalás mi? Elnapolták. Megőrültetek? Észd már meg, nincs itt! Hé, itt halottak vannak, gyerünk szülésünkben! Mit csinálunk a másikkal? Mit akarsz vele? Érte nem fizet senki! Idióták, látott minket, be fog köpni! A francba! Nyugalom! Mi van? Eltűnt, lelépett. Még nem juthatott messzire. Hagyd a fenébe, tűnjünk el!
Nem semmi. Rajtaütés egy rabszállító kocsin. Úton volt Münchenbe. És mi van ezzel a kocsival? Ma reggel lopták el a városban. Ki volt a rabszállító kocsi? Alfred Pricker. Ma lett volna a tárgyalása. Ezek szerint miatta volt az akció? Felhívtam a fogházat. Azt mondták, az egy kis stílű bűnöző volt. De a másik egy bizonyos Haman. Hírt föl őket még egyszer. Jó. Hopp! Haman tanúként hallgatták volna ki. Éppen készültünk Münchenbe szállítani. A főállamügyész. Igen. Az utolsó pillanatban. 5 perccel később Haman már úton lett volna. Hogyan reagált, amikor megtudta, hogy mégse viszik Münchenbe? Haman, hogy reagált, amikor meghallotta, hogy nem viszik Münchenbe? Meg volt rökönyezve, nem akarta elhinni. Hallotta. Még egy kérdés. Hogy hívják? Pricker Alfred. Alfred Pricker, úgy hallom, kis stílű bűnöző. Miatta gondolom, ezt az akciót nem követték volna el. Mi van a rovásán? Csalások. Általában kisebb ügyek, de az évek során azért összeadódik. Méghozzá alaposan. Nos, nincs itt. Valószínűleg a tettesek magukkal vitték. Nyilván, mint tanút, nem akarták futni hagyni. Feltéve, ha nem ő volt a célszemély az akcióban. Félbeszakíthatlak? Egy kutya nyomot talált. Igen, később még jelentkezem. Köszönöm. Felvittem a kutyát a kocsiba, hogy szimatot vegyen, és úgy látszik, rátalált a nyomra. Akkor induljanak. Nem hiszem, hogy futni hagyták. Nem létezik. Azt inkább el tudom képzelni, hogy rábukkannak a holttestre. Szünnap. Itt. Ebben a körzetben. Valahol itt. Kell lennie. Az összes kivezető utat lezárattuk. Javaslom, hogy hangszórós kocsit küldjenek ki, és tájékoztassák a lakosságot. Megtörtént. Itt az őrizetes zsebkendője, az erdőben találtuk. És vele mi van? Már majdnem a sarkában voltunk, de a kutyám hirtelen elvesztette a nyomot. Fogalmam sincs hogyan, valószínűleg az autógázok zavarták meg. Hmm. Bizonyára átment az országúton. Figyelem, figyelem! Itt a rendőrség! Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ma délelőtt egy fogvatartott a szállítás során megszökött. A keresett személy feltehetőleg ezen a vidéken tartózkodik. A férfi 50 év körüli, középtermetű, sötét öltönyt visel és valószínűleg megsérült. Esetleges felbukkanását azonnal jelezzék a legközelebbi rendőrőrsön. Hallottad ezt? Igen. Egy fogva tartott. Nincsen cigaretta. Láttam, hogy van neked. Nem kellene annyit dohányoznod. Mész holnap iskolába? Igen. Akkor tanulj legalább. Hazacipeled a könyveket, aztán bele se nézel soha. Hallottátok ti is? Igen. Én úgy megijedtem. A fickó itt bujkál valahol, éppen ezen a környéken. Na és? Na és? Ilyen könnyen veszi. Egy bűnöző szabadon van. Lehet, hogy gyilkos. Én felkapcsoltam minden villanyt. Úgy se jön ide hozzánk. Akkor minek jár itt körbe a rendőrség? Mit kéne csinálni? Én csak azért szóltam, mert még mindig kint vannak a ruhák a kötélen. Áni, hozd be a ruhákat. Jó, akkor kapok egy cigarettát? Igen, kapsz, csak menj már. Csak menj, csak menj. Öröké. Minek dohányzik egy ilyen fiatal lány? Ha
Nincs hova mennem. Én nem láttam magát. Nem tudom, annyit csináljak. Adna egy cigarettát. Nekem sincsen. Valamit enni? Nem mehetek el. Nyomom, ma van a rendőrség. Bármi megteszi. Mondtam a mamádnak, lehet, hogy egy gyilkos. Le se tudnám hunyni a szemem. Itthon maradtok ma este? Igen. Milyen szemtelen. Ezeket ki kell teregetni. Még nem száradtak meg. Azt mondtad, hozzam be. Nem szeretem, ha a konyhában szárad a ruha. Kapok végre cigarettát? A kávéskanna mögött. De csak egyet! A konyhában teregetni szerencsétlenséget hoz. Anyám sosem szárított a konyhában. Odalent van. Ki van odalent? A sutniban. Ki? Kérdezte, hogy van egy cigarettám, és hogy enne valamit. Akit keresnek? Aha. A sofniban? Ott ül a földön. Hát ez... az már rég elment. Azt mondta, vár. Vár? Igen, azt mondta, éhes, és cigarettát is akart. Mit képzel ez? Hívom a rendőrséget. Neki úgyis mindegy. Azt mondta. Most mit csinálsz? Belenézek a könyveimbe. Miféle ember? Hogy nézett ki? Milyen benyomást tett? Mit tudom én? Hiszen láttad? Milyen benyomást tett? Bűnöző vagy? Mit tudom én, hogy néznek ki azok? Nem úgy nézett ki. Hani, hozd föl ide. De Thunderné meg ne lássa! Na menj már! Jöjjön föl a házba. Na, jöjjön már! Látom, a cipőjét levette. Na, tessék, üljön le. Köszönöm. Itt van, gyújtson rá. Köszönöm. Ez jó. Jobb, mint az evés, he? Hát, az se lenne rossz. Készíts valamit, Hani.
Na, mesélj el. Mi történt magával? Köszönöm, vége. Semmi. Akarnak még várni? Nem, túl szép lett volna. De el fogjuk kapni. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Holnap reggel megkérdezem az aktáit. Kell, hogy legyen címe, rokonai, ismerősei, valakihez biztos, hogy elment? Hát ez hallatlan. Hogy hívják a másikat? Haman. Akit ki akartak hozni? Igen. Fogalmam sincs, miféle alak. De nekik fontos lehet. Különben nem csinálták volna. Legalábbis nem így. Sandernél lesz! Gyorsan be! Hallgatta a rádiót? Nem. Elmondták benne az egész történetet. Egy rendőr meghalt. Egy másik életveszélyben van. Na ne. És a szökött rab valahol itt bujkál ezen a környéken. Minden utat lezárt. Ah, ne. Én most ki se teszem a lábam az ajtón. Hál' Istennek, hogy behozta a ruhákat. Igen, én is örülök neki. Elment végre. Sanderné. Azt mondta, hogy a rádió mindent bemondott. Menjek el? El? Hova akar menni? Minden utat lezártak. Először mosakodjon meg. Mutasd meg, hol a fürdőszoba. Jó. Igen. Itt van a férjem fürdőköpenye, és egy papucs. Így már jobban néz ki. Ugye, Hani? Szerintem jobban néz ki. Úgy látja? Sokkal jobban. Előtte úgy nézett ki, mint... Na, segíts, Hani. Hát koszos volt. Mint egy házi nyúl. Hogy? Házi nyúl? Na igen. Olyan sajnálatra méltó volt. Akár csak a házi nyúlak, mert megeszik őket. Jöjjön. Hani, te is gyere. Na, ez Hani szobája, itt fog aludni. Hani, meg nálam. Mi? Ha ennyit csak megtehetünk, na? Szedd össze a holmidat. Oké. Okay. Itt van. Nem is tudom, hogy köszönjem meg. Most ne kezdje hálálkodni. Azt mondta, hogy ez a férje fürdőköpenye. Igen. De nem kell aggódnia. A férjem meghalt már 6 éve. Feküdjön le. Köszönöm. De csendesen, mert itt lent lakik Sanderné. Aha. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Robert Pricker épületasztalos. Alfred Pricker, igen, ő a bátyám, de nem nálam kellene őt keresni. Nem jár hozzám. Nem keres fel engem soha. Már 20 éve nincs semmi kapcsolatunk egymással. Érthető talán, én nem vállalhatok egy ilyen testvért. A jó hír nevem érdekében nem engedhetem meg magamnak. Tehát nálam őt hiába keresik. Maga az egyetlen rokona? Igen, én. Se felesége, se gyereke? Nincs.
Megmondjam, hogy miért nem mer engem felkeresni. Mert jól tudja, hogy azonnal értesíteném a rendőrséget. Igen, ennyi volt. Köszönöm, viszontlátást. Viszlát. Alszik? Mint egy hulla. Hani, már rég el kellett volna menned. Nem baj, legfeljebb később megyek. Megmondanád, milyen indokkal? Majd kitalálok valamit. A végén el fognak küldeni. Vajon iszik kávét? Köszönöm. A nevem Derrick, gyilkossági csoport. Tudja, hogy mi történt tegnap délelőtt? Igen, hallottam. Megtámadták a rabszállítót. És állítólag lövöldözés volt. Egy halott, egy másik életveszélyben. Talán tudja, hogy nekem is ebben a kocsiban kellett volna lennem. Igen, tudom, ezért vagyok itt. Nekem Maslin volt. Egy lövöldözésnél. Jobb, ha nincs ott az ember. Ó, én ezt másképp látom. Elmondjam az én verziómat? Úgy se tudnám megakadályozni. Itt vannak az aktái nálam. Maga egy építőipari cég vezetőjeként közel 2,5 milliót sikkasztott. Emiatt vádat emeltek ön ellen, és elítélték. A büntetés mértékét befolyásolja az a tény, hogy a pénz mindeddig nem került elő. Erre én adtam magyarázatot. Igen, de az a magyarázat nem hihető, túlságosan fantáziadús. Valahol megvan az a pénz, és egyedül maga tudja, hogy hol. Ezt a rágalmat viszont én találom túl fantáziadúsnak. Az egész akció tegnap, a rabszállító megtámadása magáért volt. Magát kellett volna kiszabadítani. Pénz nem számított, hiszen maga hozzáfér, ha egyszer innen kijutott. Ismétlem, ez merő fantázia. Tanúként idéztek Münchenbe. Éppen azt igyekszünk kinyomozni, hogy tudta ezt megszervezni. Vagy inkább ki intézte el magának. Megint valami, amiben nem tudom megakadályozni. Mindössze ezt akarta velem közölni? Egyelőre igen. Csak tudni akartam, kivel van dolgom. És? Most már tudja? Igen. Mondja. Feltárnék egy kérdést. Kérdezzen. Itt volt még valaki, akit velem együtt Münchenbe kellett vinni. Igen. Egy bizonyos Pricker. Vele mi történt közben? Úgy tűnik, hogy meg tudod szökni. Mi? Most majdnem azt mondta, hogy ez nem létezik, pedig így igaz. Ó, ne aggódjon. El fogjuk kapni. Ennyi volt, köszönöm. Elvezetheti. Jöjjön. Igen. Jó reggelt! Na, végre itt van. Üljön le! Mennyi idő van? Elmúlt 11. Úgy aludt, mint egy hulla. Tényleg? Igen. Bementünk a szobába, de észre se vette. Na, üljön már le! Hani, te is! Megvártuk magát a reggelivel. Haninak már rég az üzletben kéne lennie, de nem ment el. Ehet lekvárt, ha akar virslit. A férjem sosem szerette a lekvárt. Virsli? Lekvár? Válogathatok? Amíg van, addig egész nyugodtan. Hamanné? Igen, én vagyok. Bűnügyi rendőrségbe mehetünk? Tessék. Tessék? Hogy van, Hamanné? Azért jöttek, hogy ezt megkérdezzék? Igen. A férje egy éve börtönben van. Másfél éve, hogyha a vizsgálati fogságot is beleszámítjuk. És azt kérdezzük, hogy van, hogy tud megélni? Hát, ez jó kérdés. Tetszik, nem tetszik, dolgozom. Mit dolgozik és hol? Próba kisasszony vagyok egy divatházban. A férjétől nem vált el? Nem. Soha nem ismerült fel önben?
Nem. A maga férje végül is 8 évet kapott. Olyasmit meséljenek, amiről nem tudok. Szívesen. Azt feltehetőleg nem tudja, hogy tegnap kísérlet történt arra, hogy a férjét kihozzák a börtönből. Miket beszél? Támadásért egy rabszállítókocsit. Igen, erről olvastam. Láttam az újságban. Igen. Itt van. Ez az, ugye? Igen. Ez az. És mi köze a férjemnek hozzá? A férjét ezzel a kocsival kellett volna Münchenbe szállítani egy tárgyalásra. Ő a kocsiban volt? Nem, ő nem volt. A tárgyalást az utolsó percben elnapolták, és a férje nem utazott. És azt honnan veszik, hogy a támadás miatta volt? Mert erre nincs más magyarázat. Az őrizetes, aki benne volt, aki egy kis szélhámos, máig nem került elő, nem szolgáltatott okot egy ilyen akcióra. Ahol egy halott és egy súlyos sérült volt. Igen. Láttam a képeket. Elég szörnyű. Engem megrázott. Méghozzá annál inkább, mivel úgy gondolják, hogy a támadás a férjem miatt történt. Miért miatta? 2,5 millió márka tűnt el. És a férje tudja, hol van. Ez egy házkutatási parancs. Erre a címre. Na de... miután kutatnak? Kérem, nyissa ki az összes szekrényt, fiókot, ahol a férjének az iratai, levelei vannak, telefonszámokkal. Talán jó lenne magának. A férjem körülbelül olyan termetű volt, mint maga, csak egy kicsit kövérebb. Ha nadrág túl bő lenne, akkor itt van a nadrágtartó rajta. Vegyem fel? Tényleg? Hát világos, nem lett mindig ebbe, el kell vinni a tisztítóba. Na, várjon egy inget. Ezeket próbálja fel. Jó. Köszönöm. Mintha ő állna itt előttem. Ki? A férjem. Megyek vásárolni. Van valami kívánsága, hozzak magának valamit, amit régen evett. Na hát akkor maradjon itt, feküdjön le, olvasgasson. De ne kapcsolja be a rádiót, legyen csendben, mert tudja. Tudom. Jó van. Amilyen gyorsan csak lehet, visszakap mindent. Jó. Mert van, amire szükségem lenne. Telefonszámok, címek. Értem. Sajnálom, hogy ilyen bonyodalmat okoztunk, de az ön érdeke is, hogy mielőbb tisztán lássunk. Érti? Igen. Mondják? Igen. Az az elítélt, aki megszökött, tudhatnám, hogy hívják? Pricker. Alfred Pricker. Azt mondták, hogy egyelőre nem találják. Hol lehet? Münchenben? Igen, azt feltételezzük. Talán van itt rokona? Igen, egy öccse. Asztalos az illető. Épületasztalos. Van még kérdése? Ó, nincs. A viszontlátásra. 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 Miért érdeklődik Pricker után, és hogy van-e rokona? Ha ezt nem kérdezte volna meg, akkor feltételezném, hogy nincs köze a dologhoz. De ha van valami köze hozzá, akkor meg kellett, hogy kérdezze. Elnézést, hogy bezártam, de... Én már hozzászoktam. Igen, tényleg. Erre én nem is gondoltam. Na, jöjjön. Hol van Hani? Hol van Hani? A férjem is mindig ezt kérdezte, amikor hazajött. Hol van Hani? Az üzletben. Egy áruház harisnya osztályán. Minden reggel busz viszi ki, és este busz hozza haza. Ma később ment, mert feltétlenül velünk akart reggelizni. Hova menjek? Maradjon itt, üljön le! Van valami titkolni valója? Nem, nincs. Akkor minek zárja be? Azért, mert úgy látom jónak, és nem bánnám, ha nem szaladgálna ide állandóan. Semmi Thank you.
Most indult el. Követem. Köszönöm, vége. Hamanni elment hazúról. Berger a nyomában van. Ha erősítésre van szüksége, szóljon. Az asszony minden lépése fontos. Milyen bár? Pillanat. Hamanné bement a Jablonskiba. Menjen utána? Figyelj, Berger, a Jablonski az egy rázós hely. Voltál már ott? Na jó, menj utána. De csak annyi pénzt figyél, amennyi feltétlenül kell. A briefkódat hagyd benne a kocsiba, meg az igazolványodat. Hé, és a pisztolyodat. Kaphatnék egy sört? Már is. Először van itt? Igen, miért? Mert eddig még nem láttam. Van kedve kártyázni? Nem, köszönöm. Azt hiszi, hogy csalok, mi? Én ilyet nem mondtam. Akkor miért nem játszol vele? Mert nincs kedvem. Mert meg akarsz sérteni, ha? Szinte sejtettem, első volt, hogy az összes zsebemet átmutattam. De nem volt nálad semmi. Képzeld el, ha van. És Hamanné? Őt nem is láttam. Nyoma veszett. Ismerem azt a helyet, át lehet menni rajta föl a lakásba. Azt hiszem, az egész ház Jablonskié. Aféle szükséglakást. Na igen, legalább most már tudjuk, hová ment. De azt nem, hogy mit akart. Pricker. Mindnyájan félnek. Félnek Prickertől. Ne olyan hangosan! Ne olyan hangosan! Igen, igen, persze. Elnézést. Bor. Nem is emlékszem, mikor ittam utajára. Régen. Régen. A férjem nagyon szerette a bort. Emlékszel a papa? Uh-huh. Azt mondta, csak bor mellett lehet rendesen ünnepelni. Nekem most pont olyan. Mi? Mi pont olyan? Micsoda? Mint régen, amikor a papa ott ült, csak akkor én még nem kaptam bort. Ennyi az egész. Mert még pici voltál. De rég volt. És a papa mindig elkezdett énekelni. Igen. Maga is tud énekelni. Énekelni? Én? Olyan repetfazék hangom van, hogy elszaladnának, ha énekelni. Hát ezért énekelhetne valami. Mama, Thunder. Mert becsavarjuk jó hangosan a rádiót, és akkor nem hallja. Én annyira szeretném, hogy kicsit énekelne. Nem lehet, mama. Thunderné. Üljön csak le. Nem akarom, hogy elbújjon. Mit akar? Van egy férfi maguknál. Igen. Eltalálta Thunderné, jöjjön csak be. Vendégünk van. Ez itt a férjem testvére. Ó, a férje testvére? Igen. Itt ülünk, borkiszogatunk és beszélgetünk. Kielégítettem a kíváncsiságát? Igen, bocsánat. Na, akkor hagyjon minket békén, jó? Nem lehet az embernek nyugta. Már megyek is. Jó, én is úgy gondoltam. Ha, a testvére! De utálom, ha kizökkentenek a hangulatból. Miért csinálja ezt? Lehet, hogy valamit észrevett. Há, ugyan. Ahogy kinéz, nyugodtan lehetne a férjem testvére. Olyan, mint az apád. Most fél, ugye? Igen. Én is. Egy picit. De... Na, valahogy mindig féltem. Nem tudom miért. Szinte már megszoktam. Ha el kéne mennie, akkor lenne hová?
testvérem. Egy asztalos, de nem sokra tart a szakmában, joggal. Elismert név a szakmában. Bricker épületasztalos. Sokan ismerik. De ha egyszer a testvére... Na, jó éjszakát. Jó éjszakát. Szép este volt, ugye, mama? Hm? Azt mondtam, hogy szép este volt. Igen. Egy délutáni alkalmi ruha, a modell neve pedig Josephine. Jó estét! Tudok segíteni? Szeretnék Hamannéval beszélni. Muszáj ezt most, látja? Igen, muszáj, sajnálom. Bűnügyi rendőrség. Hol tudnék vele beszélni? Jöjjön. Köszönöm. Azonnal küldöm. Köszönöm. De megrémült, mikor meglátott. Maga fejtörést okoz nekem Hamanné. Meg is mondom, hogy miért. Maga benne van ebben az ügyben. Ezt én... Ehhez nem fér kétség, csak azt nem tudom, mi módon. Hogy vajon, mint tettes, vagy mint áldozat? Mindkettő lehet. Tudja, én láttam, hogy amikor az újságot a kezébe vette, a tetthelyen készült fotókkal, őszintén megrendült, mintha azt akarta volna mondani, hogy én ezt nem akartam. A tapasztalat megtanított arra, hogy észrevegyem, ha valaki csupán megjátsza magát. A megrendülése őszinte volt. Nos, tehát mondja el nekem, mit tud Hamanné. Szabaduljon meg attól, ami nyomasztja. Mert hogy nyomasztja valami, az látszik. Mit mondjak? Nincs mit mondanom. Téved, ha azt hiszi, hogy tudnék valamit mondani. Nem is értem, miért gondolja. Szívesen elárulom magának. Tegnap délután Jablonszkinál volt. Jablonszki számunkra ismert, hogy úgy mondjam, hivatásos bűnöző. Az a fajta, aki nem piszkítja be a kezét, azt másokra bízza. Honnan tudja? Figyeltettem magát. Szóval, mit akart Jablonszkinál? Mi dolga volt azzal az emberrel? Én... Sajnálom. Jablonszki? Nem ismerek ilyet. Voltam, szoktam a bárba járni, az igaz. És az is lehet, hogy nincs jó híre, de én szeretem azt a helyet. Nem ismerek semmi Jablonszkit. Akkor se, ha azt mondom, hogy a másik rabkísérő is belehalt ma reggel a sérüléseibe? Kérem, sokáig tart még? Öltözzön át, itt megvárom. Letartóztat? Folytatjuk a beszélgetést az irodában. Lehet, hogy egy kicsit tovább fog tartani. Az ég szerelmére, Josephine, mivel vádolják? Miről van szó? Ezt én most nem mondhatom meg, de ön nagyon sokat segített, köszönöm. Nézd, hogy áldogálod. Mind
egy furcsa madár, akit hazavittünk és bezártunk. Azt mondta, hogy hiányérzete van, ha nem hallja, hogy a kulcs fordul a zárban. De most már nincs rá szükség. Mire nincs szükség? Hát bezárni. Én maga mondta, hogy abszolút nem izgatja. Most már kijöhetne, mert hideg az a víz. Jöjjön ki, vagy mozogjon egy kicsit. Most már sokkal jobban megy neki. Mi megy jobban? A kerékpározás. Már nem esik le. Csak gyakorolni kell. Ja. Már megtanultam. Vigyázzon! Jaj. Segíts föl, talán megütötte magát. Nem. Jaj. Na gyere. Menjünk. Gyere, mama. Oh, ez az. Adjátok ide, beviszem. Jó. Úgy. Jaj. Köszönöm. Tessék. Kándernél leselkedik. Látom. Menjetek csak föl. Mit akarsz csinálni? Menj már. Mi van? Látom, nagyon érdekli, hogy mit csinálunk. Most éppen kirándulni voltunk a sógorommal. Ez nem a sógora. Hanem akkor kicsoda? Csak annyit mondok, hogy ez nekem valahogy gyanús. Menj a fenébe. Azt kérdeztem, hogy milyen a viszonya a férjével. Viszonyom, hiszen házasok vagyunk. Soha nem volt szándékában elválni. Miért lett volna? A férje 8 évet kapott. Az hosszú idő egy asszonynak elvesztegetni. Vagy el akarja vesztegetni, erről van szó. Ez lehetséges indíték. A férje nem akarja, és maga sem. A magának írt leveleiben nincs semmi megbánás. Elolvasták a leveleket? Csak támpontokra volt szükségünk. És? Megtalálták a támpontokat? Igen, megtudtuk, hogy a férje szereti magát. És maga is szereti őt. Ebből világosan kiderül, hogy a távollét mindkettőjük számára elviselhetetlen. És hogy maga hazudik. Elhallgat valamit. Sanderné, azt mond, amit akar. Egyszerűen nem fogunk vele törődni. Vagy felmondunk neki, ha nem hagyja abba a folytonos szimatolást. Igen. Most készítünk valami ebédet. Aztán eszünk, utána tévézünk, vagy kártyázhatunk is. Tud kártyázni? Igen. Nagyon jól. Talán túl jól is. Emiatt ítéltek el. Hamis kártyás, ha? Igen. És? Van még más is a rovásán? Igen. Nem is akarom tudni, ne gyónja meg. Készítek ebédet. És ha te csinálnád ma? Nekem el kell mennem valamit elintézni. De hová? Muszáj neked mindent tudni. Mester, keresik. Igen, tessék. Maga a testvér? Testvér. Hát van magának testvére? Csak tudni akarom, hogy jó helyre jöttem-e. Igen, van egy bátyám, akit köröznek. Na igen, hol beszélhetnék magával? Jöjjön velem. Magáé ez a ház? Igen, az enyém. És nem akar segíteni a bátyjának? Térjen a tárgyra. Mit akar? Talán tudja, hol van? Ha maga a testvér, akkor segítenie kell neki, hiszen a családjához tartozik. És a családtagok nem hagyják. Milyen el családról beszél? Ő feledkezett meg róla. Semmire nincs tekintettel. Se a családra, se annak jó hírnevére. Belekerült az újságba, de úgy, hogy az nekem nem tetszik. És senkinek sem tetszik. De mégiscsak a bátyja, akit nem lehet egyszerűen cserben hagyni. Mit ért az alatt, hogy cserben hagyni? Mégis ki maga? Nálam van. Magánál? Igen. Nem tudta, hova menjen.
A sofliban találtunk rá. Ki talált rá? A lányom is én. De még nem tudja senki, hogy nálunk van. Nem értesítették a rendőrséget? Nem. Miért nem? Mert megsajnáltuk. De keresik őt. Állandóan felhívnak, hogy nem tudom-e, hogy hol van. Na és... hogy van? Ez az első értelmes szó, amit hallok magától. Egész jól. Amennyire meg tudom ítélni. Már nem fél annyira. Amire szüksége van, ami hiányzik neki, az egy kis megértés. Megértés. Mindkettő házas ember volt. Ennek itt 3 gyereke van, 4, 5 és 6 évesek. Ez meg Breiter. Ő 1 éve nősült, még nincs gyerek, most várják. Körülbelül 4 hét múlva. Az tiszteletre méltó, hogy szereti a férjét, Hamanné, de aki erre megbízást adott, az egy kegyetlen gyilkos. Nem, én nem akartam, hogy ezeknek az embereknek baj essen, de... De? Azt mondta, ne törődjön vele, ez nem a maga dolga. Ki mondta ezt? Jablonszki? Kinek az ötlete volt ez a kiszabadítási akció? A magáé? Igen, az enyém. Én jutottam erre a gondolatra. Megkérdeztem a férjemet. Megtehetem-e? Megtegyem-e? Egyet értesz-e? Hogy kérdezte meg? Sok lehetőség van valakivel tudatni valamit. A férjem azt üzente, igen, próbáld meg, hozass ki innen. A pénz, az hol van? Én tudom, hol van. Nem nyúltam hozzá, de most azt gondoltam, felhasználom, erre jó lesz. Hogy akadt rá Jablonszkira? Volt elítéltek, akiket kiengedtek, felkerestek engem, és a férjem üdvözletét hozták. Tőlük kaptam a nevet és a címet. Mennyit ígért Jablonszkinak? Amennyit akar. És Jablonszki elintézte, hogy a férjét tanúként idézzék meg. Igen. Azt mondta, semmi dolgom nem lesz. 4 nappal ezelőtt felhívott. Holnap visszakapja a férjét. Mit akart tegnap Jablonszkinál? Miért kereste fel? Az elítélt, aki megszökött. Préker? Igen. A nevét akarta tudni. Az újságban, a hírekben nem szerepelt a neve. Így igaz. De maga megmondta neki a nevét? Állandóan hívogatott. Mindenáron tudni akarta. Fenyegetőzött. Derítse ki, mert különben ráfázik. És aztán megmondtam neki, hogy Pricker, Alfred Pricker, és van egy testvére, aki épületasztalos. Itt van a száma. Talán el tudjuk érni. Halló, itt Pricker. Derrick, gyilkossági csoport. A bátyja jelentkezett magánál? De hát éppen most hívtak fel, és megadtam a címet. Pillanat, mit csinált? De hát mondtam már, megadtam azoknak a címét, akiknél meghúzta magát. Hogy ki hívott fel? Hát maguk a rendőrség. Egy fél órával ezelőtt. Egy fél órával ezelőtt tőlünk nem hívta fel senki. Hol van a testvére? Mondja a címet. Igen? Igen, értem. Köszönöm. Schneider, Berger, Hamanné egyelőre itt marad.
Menjetek Jablonszkihoz és tartóztassátok le. Gyere ide hozzánk! Ráló! Gyere, apukám, ülj le ide mellé! Ülj le! Fogy meg nekszer! Igen? Igen, itt van. Jablonszki, telefon! Filip. Nem, most nem mehetek innen el. Várok egy hírre, igen. Hé, hey, hogy képzeli ezt? Bűnügyi rendőrség. Letartóztatom Jablonszki. Igen, 3-4 kocsival azonnal induljanak. Ne használjanak megkülönböztető jelzést. 1, 2, 3. Na? Melyik a pirosház? Az. Fordíts meg. De hát én láttam, amikor innen levette. Hol van? Itt. Na hát, hogy csinálta? Ez egyfajta művészet, ami nekem egészen jól ment. Most csak úgy bemutattam, szórakozásból. Ezt a trükköt a börtönben tanulta? Ennyi, mama. Bocsánat, nem akartam bántani. Most már nem csinálom. Leszoktam róla. Szinte hivatásszerűen üztem, mivel hogy más foglalkozásom nem volt, és csak ehhez értettem. És ha az ember valamiben jó, szóval, ha az ember így nézi, talán nem is olyan nagy bűn. Már megint a cambernék. Mindjárt eligazítom. Ígyunk még egy kocsból. Szívesen. Mit akarnak? Hé! A rendőrség! Vedd kezelésbe! Ne mozdulj! Gyerünk, hasra! Maguk kicsodák? Bűnügyi rendőrség. Na igen. Ezt szerencsésen megúszta. És maguk is. Hívom a mentőket. Írta Herbert Reinecker, magyar hangok. Újlaki Dénes, Besenci Árpád, Rudas István, Botár Endre, Halász Aranka, Simonyi Piroska, Bence Ilona, Horváth Virgil, Bókai Mária, Dallos Szilvia. Magyar szöveg Géci Vera,
Hangmérnök és vágó Blénesi Márk, gyártásvezető Kasznárné Nagy Éva, szinkronrendező Kis Beáta. A szinkront a Duna Televízió megbízásából a Viderend Kft. Készítette. Zenét szerezte Frank Duval. Fényképezte Rolf Kestel és Mihály Georg. Rendezte Alfred Forer.